ez a fejlesztés egy nemzetközi projekt keretében a LEADER szervezetek részére kért pályázati lehetőséget kihasználva valósul meg. A testvértelepülésünk vidékfejlesztési egyesületével partnerségben, ugye székelyföldi korondról van szó és a Súrvidéki egyesülettel karöltve. Ebben a ennek a fejlesztés keretében a pelenka főzéshez kapcsolódóan tettünk elméleti és infrastruktúrális fejlesztéseket bele. A projekt keretében megíródik és megvalósul a házi pálinka főzésnek egy tankönyve. Úgy tudjuk, hogy még ilyen nem igazán létesült. Tehát egy olyan kiadványkönyv, ami gyakorlatias azzal a szóhasználattal íródik meg, amelyet az emberek használnak, amelyet a házi pálinka főzés során technológiai szempontból hasznos lehet és tudnak használni. Egy ilyen tankönyv, természetesen oktatás is kapcsolódik hozzá. Január közepétől február végéig egy házi pálinka főzéshez kapcsolódó oktatásra kerül sor, amely fölöleli a gyümölcs ismerettől kezdve a cefrézésen keresztül a pálinka kifőzését, a kóstolását és természetesen egy pálinka versennyel zárul február 28-án. A programnak ez a része. Az oktatásban természetesen ugyanahogy ahogy korábban is és mindig is az agárdi pálinka főzde szakemberei mellettünk állnak, ők biztosítják a szakmai hátteret hozzá és a támogatást, és egyébként pedig ugye attól lesz ez egy szokásos oktatástól más, hogy gyakorlati elemek is lesznek benne, tehát a pálinka főzés közepette történik meg az oktatás, mindenki az érzékszervekkel is tapasztalhatja, érezheti, hogy amiről beszélnek a hozzáértők.